olyan messze Munkácsvára. Buda felől 70 évig tartott az út, amit már a fél nap alatt jártam végig. Isten tudja, minek jöttem. Meg kellett hát élni ezt is utoljára, s akkor éppen, mikor néném halva fekszik. Valahol a bakony alján fekszik, tőlem olyan távol, hogy még nem is voltunk talán ennyire közel egymástól. Holnap lesz a temetése, Csonka család kis körében. Ha nem lennék köztük én sem, úgy tűnne, már nem is élek. Míg az 500 kilométer miatt kéne megijednem, addig bármi megtörténhet az emberrel idegenben. Rövidebb volt ide máskor, pedig lovon jöttem volna, nem így két határon által, le a síkról, be a múltba. Hiába áll félig égben Munkács, kútja is magasban, az én illetékességem itt csupán a föld alatt van. Időtlen iszabba süllyedt, évszázadok maradványa engem csupán addig illet, míg egy más nép ki nem ássa. Akit éppen kihantolnak, mi temettük, eltemetjük édes testvérünk is holnap, s a holnapot vele együtt.